tágas lesz, szép lesz, struktúrált lesz, két hűtő lesz, nagyobb egy kisebb. Hogy mennyire lesz tágas és szép az egynapos sebészet, és hogy hol lesz a két műtő, egyelőre csak elmondani tudta a Kispesti Egészségügyi Intézet főigazgatója a kerületvezetőinek. A várva várt fejlesztés ugyanis most kezdődött el. Egyelőre még csak rombolnak, a szükséges bontásokat végzik el a munkások, hamarosan azonban teljesen átalakul az intézet harmadik emelete. Több mint 400 négyzetméteren alakítják ki az egynapos sebészetet. Olyan kisebb sebészeti beavatkozásokat végeznek majd el itt, amelyek után a betegek még aznap hazamehetnek. Például szemműtéteket, anyajegyeltávolítást, hasi laparoszkópos beavatkozásokat vagy kisebb ortopédiai javításokat. A két műtő mellett kialakítanak megfigyelőt, fektetőt és raktárt is. Az egészségügyi intézet az építési munkák alatt is üzemel. A korábban a harmadik emeleten működő rendeléseket máshova költöztették. Ezen a részlegen volt a sebészet, a gastroenterológia, itt volt az urológia és az ortopédia. Az ortopédiát, ezt ugye már elég sokszor elmondtam, az lekerült az első emeletre, az egész részleg ott a mozgásterápia. Tehát ott van helye az ortopédiának a reuma mellett, és ott vannak a különböző fizikoterápiák, masszázs, gyógytorna, stb. Innen a sebészet és a gastroenterológia meg az urológia egyen lejjebb költözött. Ugyanolyan struktúrájú helységben lényegében, tehát a volt laboratórium területére. A koronavírus járvány alaposan megnehezítette a közbeszerzést és az építkezés tervezését, de mára már biztos, hogy nem kell változtatni az eredeti elképzeléseken. Dr. Kumi Marianna arról tájékoztatta a kerület vezetőit, hogy nem kell szűkíteni a szakmai protokollokon, lesz többletforrás az igényes kialakításra és a felszerelésre. A műszerek közbeszerzését az építkezéssel párhuzamosan végzik majd. A több mint 1 milliárd forintos beruházás az Egészséges Budapest program keretében és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg. Az 50 milliárd forint keretösszegű Egészséges Budapest program 2017-ben indult. Kispest nagyon, nagyon szerencsés, hiszen a budapesti kerületek közül az egyik legmagasabb támogatást kapta. Ha jól emlékszem, Csepel kapott még ekkora forrást, ha az emlékezetem nem csal. És van ígéretünk arra, hogy még várhatóan, remélem az idén, megérkezik a digitális mammográf készülék, amely jelen pillanatban egy közbeszerzési eljárás folyamatán van. Azt gondolom, hogy ez is ismét, ez elsősorban értelemszerűen a kispesti hölgyeknek lesz könnyebbség, hogy ezt a vizsgálatot is itt helyben tudják majd végezni. A tervek szerint jövő márciusban végezhetik el az első műtéteket az egynapos sebészeten. Kispest önkormányzata gazdasági nehézségei ellenére az elmúlt időszakban is sokat költött a helyi egészségügyi ellátás fejlesztésére. Ennek egyik legjelentősebb állomása a most kezdődött beruházás. Az elmúlt években a Kispest egészségügy területén elég sok fejlesztést tudtunk végrehajtani. Annak ellenére, hogy az önkormányzat egyébként komoly anyagi gondokkal küzd, de ebben az esetben is, ahogy most a egészségügyi intézetben az egynapos sebészet kialakításáról beszélünk, a fővárosi önkormányzat, a magyar kormány és az egészségügyi intézet a kerület összefogásában jöhet létre ez a több mint 1 milliárdos fejlesztés, ami terveink szerint jövő év februárban be is fejeződik. Az egészségügyi intézet műszerparkját és épületeit folyamatosan korszerűsítették az elmúlt években. Megújult például a gyermekorvosi rendelő. Idén márciustól fogadják a kisbetegeket az új Csokonai utcai rendelőkben. Több mint 130 millió forintot költött az önkormányzat az építkezésre. Tavaly szeptemberre készült el az új labor, ahova akár csak a szakrendelésekre már egy korszerű webes felületen is lehet időpontot foglalni. 2020. augusztusától új helyen a forrásházban fogadják a szülőket és a gyerekeket a kerületi védőnők. 2019-ben pedig felújították a Kispesti Egészségügyi Intézet fogadóterét. A több mint 200 millió forintos beruházás után egy modern, világos, kényelmes és tágas aulába érkezhetnek a betegek.